A zenével elég korán kapcsolatba kerültem. Még általános iskolás sem voltam, amikor a szüleim otthon zenéltek. Édesapám harmonikázott, édesem meg énekelt, de ez nem jelentette azt, hogy zenei pályára készülök természetesen. Ugyanúgy kezdtem, mint a többi gyermek, aki zenét tanul, általános iskola második osztályában a szolfést, és harmadik osztályában, tehát úgy 8 évesen kezdtem el zongorázni. 16-18 évesen kezdtem gondolkozni azon, már a gimnáziumban, ide jártam a Bonyhádi Petőfi Sándor gimnáziumba, akkor azokban az években kezdtem el gondolkozni a zenei pályán. Felvételi előtt 6 órákat, 7 órákat gyakoroltam naponta. Tehát az, és meg is volt az eredménye, tehát ugrásszerűen fejlődött a zongoratudásom, és ez eredményezhet, hogy felvettek, és itt meg kell említenem Stankov nét, Ormán Laki Zsuzsanna tanárnőt, akinek mai napig is hálás vagyok, aki felkészítette a főiskolára. Számomra óriási élmény volt, hogy felvettek az Zenészeti Főiskolára. Erős évfolyam volt, 15-en felvételiztünk, és 5-ünket vették fel. Az számomra meghatározó volt, és utána következtek gondtalan főiskolai évek. 93-ig elsősorban tanítottam, és 93-tól előbb helyettesként, aztán 95-től vezetőként dolgoztam ebben az iskolában. Talán ez az egyik legnagyobb dolog, ami történt az iskolával, amire büszke vagyok, az, hogy az iskola egy olyan fejlődésen ment át, amely példanélküli szerintem a magyar zeneoktatásban. Legjobbjaink között vannak zeneakadémiai tanárok, középiskolai tanárok, a Budapesti Operaház zenekarában játszik egy volt növendékünk, de megemlíthetem a Lipcsei Gewandhaus Orchestert, ami világ egyik leghíresebb zenekara. Ott is van egy trombitásunk, de Németországban vannak tanárok, tanáraink, volt növendékeink közül, és jelenleg is szakközépiskolákban, Pécset, Budapesten, a Zene Akadémián is van növendékünk. Tehát én ezt tartom a legfontosabbnak. A mérhető eredmények, a verseny, tovább tanulások, az csak egy dolog. És itt óriási szerepe van annak, ami nem látszik, mondjuk a jéghegynek a csúcsa legyen az, legyenek az eredmények, a tovább tanulások, de ami nem látszik, az az a sok gyermek évtizedek óta és generációk, akiket a kollégáim a zene szeretetére neveltek. 4 gyermekem van, feleségem Karik Ágnes középiskolában tanít a Csapó szakközépiskolában. A 4 gyermekem közül a legnagyobbik hegedűkészítő, de gépészmérnökként dolgozik. A 3 gyermekem, a lányom Gordonka tanár Németországban, utána következik János, aki junior primadíjas trombita művész és a Lipcsei Gewandhaus Orchesterben játszik ezekben a hónapokban is. A legkisebb Jocó, aki a Zeneakadémiának a művész és a tanárképző szakát végezte el, ő Zugróban tanít a Szent István Király zeneiskolában és zenészeti szakközépiskolában. Tehát úgy lehet mondani, a zene kitölti az egész családnak az életét. Nagyon megtisztelő számomra ez a díj. Én azt gondolom, hogy zene nélkül Én magam tudom, hogy én mai napig is esténként zenét hallgatok, vagy gyakorolok, és ez nekem egyszerűen kell. Azt gondolom, hogy aki rájön ennek az ízére, az nagyon sokat nyer az életében.